Október 30-án a Papp László sportaréna szolgáltatta a helyszínt egy nagy volumenű reformációt ünneplő eseménynek. A reformáció ünnepének 500. évfordulójához méltó nemzeti megemlékezést Balogh Zoltán nyitotta meg 10 órakor. Ez az ünnep az úton levő közösség számára megállás, bűnbánat és felemelkedés. Hogy életünket annak az 500 évnek a fényében lássuk, amelyik Jézus Krisztus szabadítását új erővel állította az emberi élet középpontjába. Az ünnep öröm. Az együttlét öröme abban a hitben, hogy egyel biztosan többen vagyunk itt, mint a látható résztvevők száma. Itt van az is, aki idehozott bennünket. Együtt ünneplünk velem és egymással. Gyülekezeti közösségeink, egyházaink vezetői, a magyar kultúra jelesei, tudósok, országgyűlési képviselők, miniszterek, polgármesterek és az a sok tízezer ember, akiket összeköt ma velünk a Duna Televízió, a Nemzet Televíziója. Látni akarjuk egymást, együtt olvasni, hallani és érteni az igét. Együtt tapasztalni annak a hitnek az erejét, mely Jézus Krisztustól, Jézus Krisztusból indul, de összeköt bennünket 2000 év keresztény tanúival is. Az apostolokkal, az első keresztényekkel, az egyházatyákkal, Szent Ágostonnal és a valdensekkel, a huszitákkal és a ferencesekkel, a német, svájci, holland, skót reformátorokkal, a magyar hitújítókkal, a gájarab prédikátorokkal, az egyházépítőkkel és hittudósokkal, tanítókkal és lelkipásztorokkal, a hitüket megvalló református fejedelmekkel és földművesekkel, nagyszüleinkkel és szüleinkkel, akik továbbadták nekünk a protestáns keresztény hitet. Együtt ünneplünk köztársasági elnökünkkel is, aki ma éppen Wittenbergben képvisel bennünket. És itt van velünk Kisrigó László püspök, a Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye püspöke. Köszönjük, hogy eljött. És köszöntünk mindenkit, a protestáns egyházak és a magyar kormány által létrehozott Reformáció Emlékbizottság nevében. Jó, hogy eljöttek, Isten hozta önöket. Az ünneplő gyülekezet Isten tiszteletét Gáncs Péter indította el. Ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, itt az arénában is, szerte a hazában, a nagyvilágban, a képernyők előtt. Mivel is kezdhetném mással ünnepi Isten tiszteletünket, mint azzal a mondattal, amivel Luther Márton indította, hagyomány szerint éppen ezen a napon kiszögezett 95 egyház újító tételét 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Wittenbergben. Idézem. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg! Azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Ez a provokatív felhívás tisztán és pontosan intonálja a jubileumi megemlékezésünket. A reformáció lényegét tekintve ugyanis nem más, mint megtérési, ébredési mozgalom, lelki forradalom. Igazi Krisztus ünnep, amelyen Urunk és Mesterünk őszinte bűnbánatra és megtérésre szólít minket. Itt és most egész életünket átfogó megújulásra hív. Mindenekelőtt helyreállítja, reformálja, éltető közösségünket a Teremtővel, aki szerető mennyei atyánká lett Jézus Krisztus által. Ennek gyümölcseként új kapcsolatba kerülhetünk a másik emberrel is, akiben felfedezhetjük a teremtménytársat, a testvért, akit Isten ugyanúgy szeret, mint minket, és ajándékként adott utitásként, segítőtársként, munkatársként mellénk. És ez az életet reformáló megtérés harmonikus kapcsolatba állíthat minket az egész teremtettséggel. Hiszen ahogy Luther szellemesen fogalmaz, ha egy kocsis megtér, azt először a lovai veszik észre. Megtaláljuk a helyünket, otthonunkat a teremtett világban, ahol Istentől felelős küldetést kaptunk, hogy örömmel megműveljük azt, és hűségesen megőrizzük gyermekeink,
unokáink, az utánunk jövő nemzedékek számára is. Vajon eddig hogyan éltünk, vagy éppen visszaéltünk a megtérésnek ezzel az Isten által fölkínált élet újító lehetőségével? Hajtsunk őszinte önvizsgálatot és bűnbánatot, forduljunk bizalommal közös Urunkhoz és Mesterünkhöz, aki megajándékozhat minket mindazzal, amire valóban szükségünk van ebben az ünnepi órában. Imádkozunk Luther Márton szavainak segítségével. Látod, Uram, üres edény vagyok, arra vágyok, hogy valaki színültig töltsön. Uram, tölts fel hát, gyenge vagyok a hitben, erősíts engem. Hideg vagyok a szeretetben, forrósíts át engem, hadd áradjon szeretetem mindenkire, aki a közelemben van. Uram, nincs erős és biztos hitem, időnként kételkedem, és nem tudok igazán hinni benned. Uram, segíts rajtam, tápláld hitemet, erősítsd bizalmamat, amim csak van mindenem, tőled van, Uram. Én szegény vagyok, te gazdag vagy, és te azért jöttél, hogy a szegényeken megkönyörülj. Én bűnös vagyok, te igaz vagy. Itt nálam csak bűnök betegsége lakozik, de nálad található az igazság és a boldog élet teljessége. Ezért hozzád térek, nálad maradok, néked semmit sem kell adnom, de tőled mindent bátran elfogadhatok. Áld meg mai ünneplésünket, bűnbocsátó szereteted ajándékával és új életet teremtő lelked gazdagító szabadságával. Amen. Az összegyűltekhez Steinbach József, a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke is szólt. A reformáció 500. évfordulóján alapigényt reformál. Visszavezet bennünket az ige szívéig, Jézus Krisztus evangéliumáig. Az apostol rajta keresztül Isten lelke azt üzeni nekünk, hogy élünk és élni fogunk, mert az élő Isten és ez a teljes írás bizonyságtétele mindig az élet pártján áll. Micsoda evangélium ez önmagában a halál árnyékának völgyében járva, de többről van itt szó. Az élő Isten az örök élet pártján áll. Örök, maradandó tágasságba helyezte és visszahelyezi az életünket. És éppen ez az a bizonyosság, amely egyedül képes újjászülni, rendezni ezt a földi életet, ez a bizonyosság képes ennek a földi életnek értelmet adni, örökkévaló irányokat adni, célt adni, erőt ajándékozni, örömöt ajándékozni, megszabadítva bennünket a hiába valóság átkától. Ahogy az apostol hangsúlyozza, élünk, üdvösségünk van, és az üdvösség Isten hatalmas jelenléte az életünkben. Örök élet és a földi világban új élet. Az, amit a tanítványok a megdicsőlés hegyén átéltek, és átélhetünk mi is, a legfőbb jó, ami sokkal inkább jobb mindennél. Élünk, és ahogy az apostol rajta keresztül Isten szent lelke hangsúlyozza, hitből élünk. Röviden, tömören kell fogalmaznom, nem magyarázom, mondom. Hitből élünk azt jelenti, hogy Krisztusból, Jézus Krisztusból élünk. Úgy, mint a leszakított virág a vízből, a gyümölcstermőfa a talajból, mi emberek a levegőből. Krisztusból élünk,
Krisztusban, Krisztus által, egyedül Krisztus, solus Christus. Így hangzik a reformáció üzenete az ige alapján. S hogyha mindezt részletesebben kell megfogalmazni, mert utal rá Isten igéje, akkor azt mondhatjuk, hogy Krisztusból, Krisztus megváltó szeretetéből élünk. Mert ez az evangélium, ő benne testet öltött az Isten, eljött közénk az élő Isten, és hadd mondjam egészen világosan, ő benne Jézus Krisztusban, az élő Isten bebizonyította, hogy ő van, megmutatta, hogy ő milyen, és megváltott bennünket. Ő benne hatalmasan cselekedett, értünk az Isten, kereszthalála és feltámadása által. Hogyan lehet elmondani a ma emberének a megváltás csodáját, Krisztus megváltó szeretetének ajándékát? Talán így, hogy a megváltás azt jelenti, hogy megoldás, végleges megoldás, maradandó megoldás számunkra, sok tekintetben megkötözött, tehetetlen emberek számára adatik a megoldás. És mindezt, ha teológusként akarom megfogalmazni, ahogy az apostol az alapigében ezt tette, az igaz ember hitből él, akkor azt mondhatjuk, Krisztusból élünk, Krisztus megváltó szeretetéből élünk, vagyis Krisztus igazságából élünk. Az imádságot Csomós József püspök mondta el a közösségnek. Mindenható Isten, aki a reformáció tüzében megtisztítottad egyházadat, és tisztán visszaadtad igédet és szentségeidet. Oszlass el ma is minden tévedést. Óvd meg népedet a szentségtelen és üres élettől. Azért, hogy ítéleted napján hűségesnek bizonyuljon az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mind örökkön örökké. Bogárdi Szabó István püspök a hálaadás fontosságáról beszélt. Testvéreim, hallottuk a vigasztalást, az evangélium igazságát, belepillanthattunk Isten igéjének tökéletes tükrébe, és megláthattuk benne magunkat, megláthattuk benne szabadításunkat és reménységünket. A Heidelbergi KT második kérdése így szól, hány dolgot kell tudnod, hogy boldogul élhess és halhass Istennek ebben a nagy vigasztalásában? Hármat szól a felelet, milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom, mi módon szabadít meg Isten engem minden bűnömből és nyomorúságomból, és harmadszor, milyen hálával tartozom Istennek ezért a megszabadításáért. Hálát adni azt jelenti, hogy a hitünk mély ismeretre és tudásra jutott. A hitünk megismerte Jézus Krisztusban Isten örökké való szabadítását. Hálát adni azt jelenti, hogy igazán reménykedhetünk, azt tud hálát adni, akinek a jövője Jézus Krisztusban biztosan meg van alapozva. És hálát adni azt jelenti, hogy meg tudjuk tenni azt, amit bűnökben megkötözve, nyomorúságban nem tudunk megtenni. Isten szent élet törvénye, a szeretet rendje szerint járunk és élünk. Orbán Viktor miniszterelnök úr beszédével emelte ennek a pompázatos eseménynek a fényét. Az is a jó és ékes rend része, hogy ünnepünkön előbb van az Isten tisztelet, és csak utána következnek világi dolgaink, mert tudjuk, hogy életünket és munkánkat egy nálunk magasabb erő és magasabb hatalom határozza meg. Nem velünk kezdődött a világ, de a mi életünk kezdetén ugyanaz az isteni rendelés áll, amely megteremtette az embert, és neki helyett
és időt adott. A hely számunkra a Kárpát-medence, Európa közepe. Az idő 2000 évvel Jézus Krisztus születése után, 1000 évvel első királyunk döntése után, mellyel magára és népére vette a keresztséget, és 500 évvel a keresztény hitet megújító szellemi és lelki forradalom után. Ez a mi helyünk, ez a mi időnk. Az isteni ige arra tanít minket, hogy ne a véletlent vagy a sors szeszélyét lássuk abban, hogy itt és most Magyarország élén keresztény, hitvalló kormány áll, hanem érezzük benne Isten kegyelmének megnyilvánulását. Valljuk és vállaljuk, hogy Magyarországnak a keresztény ellenes, internacionalista erők kormányzása után egy keresztény értékeket követni igyekvő kormányzásra van szüksége. Ebben megerősít bennünket az, hogy a magyar polgárok döntésükkel immár másodszor is felhatalmazást adtak. Hálásak vagyunk azért, hogy a nemzet összefogott, talpra állt és megerősödött. Hálásak vagyunk, hogy visszanyerte életerejét, cselekvőképességét és visszanyerte tetvágyát is. Hálásak vagyunk, hogy sodródás helyett égtájat és csillagot választott, irányt szabott és utat épít saját élete számára. Kiváltságnak tekintjük, hogy a gondviselés ebben a megújulásban bennünket eszközként használt, egyházainkat, a kormányt és a magyar polgárok szabad közösségeit az egész Kárpát-medencében. Hálásan megköszönjük, hogy az isteni kegyelem gyengeségeinket és erőtlenségeinket kipótolta, hibáinkat pedig elhordozta. Isten segítségét látjuk abban is, hogy bár súlyos erők, sőt világerők ellen is sorompóba kell lépnünk, még mindig állhatunk, még mindig állunk a lábunkon. Kormányzati munkánkban Istentől rendelt felelősségünk lényegének tekintjük, hogy megőrizzük azt az életszemléletet, mely a krisztusi tanítások alapján Európát és a magyarságot nagyjátette, veszedelmekben oltalmazta, lelki, szellemi és nemzeti válságokon átsegítette. Molnár Ferenc Karamell erre az alkalomra szerzett dalával méltón zárták le az 500 éves reformáció nemzeti megemlékezését. Hogy az Isten igaz mind.
Ő át nagy erősséget, mely igen jó az Úristen dicsérni. Felséged neked, én Uram, édeked.